Üdvözlöm, kedves barátaim! Most van egy ilyen divat interneten, YouTube-on, vagy divat, vagy menet, vagy menő dolog, hogy több embernek mondanak, hogy adjál a DNS mintát a szájából, és akkor utána csinálunk egy kis vizsgát, és akkor vizsga után megtudod, hogy valójában te ki vagy, honnan származol. Gondoltam, erről egy pár szót ma fogok nektek mesélni. Akkor ebből, nem tudom, ki tanultak köztetek, írjátok kommentben, tanultatok-e, tanulmányoztatok a DNS-nek a funkciókat, a működését, mit kontrollál, milyenféle kódok vannak. Írjátok a kommentben, nagyon-nagyon lelkes vagyok elolvasni. És én valamilyen szinten egy kicsit, nem mélyültem nagyon, de utána jártam, és láttam, hogy igen, eléggé komoly szerkezet. Ebből lehet látni, hogy annyira intelligens az egész működés, mechanizmus, amelyik, ahogy működtetti az egészet, a DNS, hogyan alakulnak, hogyan másolnak egymást, ugye sokszorosodik, kódol, viszi át a kódokat, minden. Ezt lehet látni, hogy ez véletlenül ilyen bonyolult rendszer, ami egy sejt belül van, az egyenes bizonyíték, hogy van egy magasabb rendű tudat, intelligencia, amelyik ezeket megtervezte és működteti. És mondják, hogy jó, akkor mintából meg tudjuk neked mondani, hogy mi a származásod. Miért jó ez a származás? Ugye mit tudjunk ezzel kezdeni, hogyha megtudjunk? Hát van jó dolgunk, persze. Egyik jó, hogy megtudjunk, hogy bármikor, vagy én most lehet, hogy magyar vagyok, de előtte lehet, hogy az én származásom, hogy előtte voltam egy másik személy. Lehet, hogy voltam zsidó, lehet, hogy voltam orosz, német, kínai. És ez bizonyítja egyik szempontból, hogy van reinkarnáció. Valamikor mondják, hát nem, ez a te ősatyái voltak kínaiak, vagy valakik. Lehet, mert mikor én voltam kínai, akkor volt az én ősatyám kínai, mert kínai szülei vannak, ez az egyik. Másik, hogyha ezt meg is tudjunk, ugye, mert van másféle, van akkor ez a új dolog, ez a DNS alapján, akkor voltak ilyen mindenféle regresszív hipnózisok, ami alapján ember meg tud tudni, hogy én ki vagyok valójában. De ez mit ad nekünk? Ad nekünk megoldás a boldogságra. Na akkor most már én tudom, hogy honnan származok, és már tudom, hogy miért nem vagyok boldog, hogy miért lehessek, vagy hogyan lehessek boldog. Nem, pont így van. Van egy ismerősöm, ő nagyon jól tudja a saját leszármazását, és főleg nem is DNS alapján, hanem sokkal-sokkal profi rendszer alapján tudja. Ez a rendszer, ez a törzs könyve. Ugye családfa könyve van neki, a pergamentum, ilyen kutyabőr, ahol még latinul volt írva, kinek mi a neve, hol voltak a szülei, vagy a rokonai, vagy ősatyái, és mit csináltak. És ott van, hogy igen, ők voltak a Transzilvániában, nagy ilyen grófuk, meg irányítók, fejedelmek, királyok, rengeteg kastély hozzá tartozott, meg az egy nagy terület, és nagyon híresek voltak, és ügyesek. Jó, ez a személy tudja ezt magáról, hogy neki van egy ilyen, de ez neki mibe segít az életébe?
minden úgyis neki kell szervezni magának, erőfeszítést tenni, hogy legyen elégedett és boldog. Szóval ez egy szempontból nem ad dolgokat, nagy segítségeket. És megint visszatérve, abban csak segít, hogy nem érdemes nemzeti különbséget tenni emberek között, hogy most valaki jó vagy rosszabb, és most jobb a orosz, vagy jobb a magyar, rosszabb a zsidó, vagy rosszabb a kínai, vagy japán. Nem, mindenki lélek egy szempontból, és pont itt van a kulcs a megoldásának, ami dinályos erre kérdésre nem válaszol. Hogyha kapunk is valamilyen válaszokat, de ez minden csak ideglenes testekkel kapcsolódik. De valós válasz az a médikus írások tudnak adni, vagy a szentek. DNS ez csak egy köztes közvetítő a mi karmának. Ugye ő rajta van kódolva a karmánk, és akkor ő rakja össze a sejtünket, a vérsejteket, a testünket, és akkor így irányítva van. De az ok az a karma igazából, ő kódolja a DNS-t, de mi mindig ez csak szűk megértés, hogy én ki vagyok, és honnan származok. Ugye a védikus írások magyaráznak, hogy az ember nem minden származik. Minden ember ő egy lélek. Dehinasminyata dehekaumaram javaram gyarat tathá deantaraprabtir dhirasztatranam ahyati. És lélekű vándorol, viszi magával a kódukat, a karmát, amikor vándorol ebbe a világba, és ugyanúgy, ahogy vándorol egy élet belül, egy test belül is, gyerekkorból, serdülőkorból, felnőtt korból, öregkorba, ugyanúgy halál pillanatban és egyik testből a másikba vándorol a lélek. Ez DNS már pontosan nem fog mondani. Még hogyha valamit lehet sejteni, de az, hogy mi itt vándorolunk testről egyikből másikba, az még mindig nem egy nagy válasz, nem egy tiszta, vagy nem egy kielégítő válasz, mert de honnan lettünk? És erre válaszolnak a védikus írások, hogy lelkek lelki világból származnak. Szóval mi lelki világból származunk, és már DNS alapján ez nem lehet kutatni, mert léleknek a származását ez csak tudással, vagy a meditációval, transzcendentális meditáció által meg lehet érteni, honnan származok. Ugye van a Hare Krishna mantra, ami úgy hangzik, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ez a meditáció által mindenki, aki komolyan veszi, és jól csinálja, akkor meg tud érteni, meg tud látni valóban a saját leszármazását, hogy én honnan származok, és mi az én eredeti helyzetem. Azok a személyek, akik ezt megértenek, megvalósítják a meditáció által, ők öröki boldogok lesznek, és egy pillanatra se fog őket érinteni bármilyen szenvedés, vagy boldogtalanság ebben a világban. Így gondoltam, egy kicsit kiegészítem a DNS tudományát másik szempontból, mert nem szólok bele a tudományba, mert nem kutatom a DNS szféráját, de lehet úgy kiegészíteni, hogy amit tudjuk, nem csak DNS nekünk fontos, hanem az a fontos, hogy mi lelkek vagyunk, és honnan származunk valójában. Akkora van teljes kép. Rendben, írjátok kommenteket, mit gondoltatok róla ti is, mit hallottatok. Lehet, hogy valami jó kis információt tudtok írni a DNS-ről is. Kommentáljátok, kérdezzétek, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a videót, és akkor majd megint nem sokára találkozunk.
Köszönöm szépen, mindenkinek sok-sok boldogságot kívánok, és akkor Hare Krishna!